nagyon készülök megint arra, hogy szakkommentátor lehessek az Engyel Pisti mellett. Ugye már ez a harmadik világbajnokságunk lesz, így együtt egy csapatban vagyunk. És hát nyilvánvalóan, tehát figyeltem folyamatosan a csapatok összeállítását, az, hogy hogy változik a keret mindegyik ellenfélnél, hát aztán test közelből nyilván a magyarnak minden rezzenését. Minden nap jégközelben vagyok, tehát szinte minden nap itt vagyok a pályán, sokszor még ugye föl is megyek a jégre, tehát a kapusokkal azért többnyire én is foglalkozom itt a Vasason belül, tehát abszolút nem szakadtam el, csak a palánk másik oldaláról. A válogatottól elsősorban egy jó szereplést, nyilvánvalóan csak ugye azt definiálni kell, hogy mi a jó szereplés. Én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan időszak, amikor megvan arra a szansz, és nyilván az összes többi csapatnak is, hogy szintet lépjen. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó irányban haladunk, ugye ez egy rövid bajnokság, de mégis bajnokság, ugye 5 meccset játszanak a fiúk 7 nap alatt, és hát mindenképpen a javuló tendencia az nagyon fontos lesz. Nagyon remélem, hogy a javunkra elsősorban a hazai környezet és a hazai közönségnek a buzdítása, ugye az lesz a legfontosabb, és hát hogy ugye a meccsről meccsre való javulás az azt is jelenti, hogy egyre jobb legyen a hangulat, tehát hogy a közönséggel is nagyon hamar megtalálni a közös hangot. A válogatott mostani kapusaival egy-egy szót beszéltem, tehát abszolút nem akartam ugye a fejüket összezavarni. Mindenki teljesen más, tehát minden játékos, minden kapusnak más a vérmérséklete. Én igazából azt várom mindenkitől, nem csak kapusoktól, játékosoktól is, hogy a rájuk bízott feladatot egyénileg úgy el tudják végezni, hogy aztán az egységesen egy sikeres csapatnak az egyvelege legyen. Annak idején, amikor én a Magyar Televízióhoz kerültem, akkor még ott Nézi Jenő foglalkozott a jégkorong sportággal, és ezt tőle lestem el, aztán gyakorlatilag lehet, hogy Nagy Zolásnak tűnik, de kicsit tovább is fejlesztettem ezt a megoldást, és teljesen jó, mert nem kell 86 papírt végignézni a nagy hirtelen, és mivel a hoki egyébként is egy kifejezetten gyors sportág, nem is lenne időt, hogy átnézd, viszont hogyha egy ilyen táblázatban szerepel ugyebár minden, akkor csak egy gyors pillantást vesz rá, 3 oszlop van, kapusok, védők, csatárok, és akkor általában, ha sikerül, nem mindig sikerül, a növekvő messzám szerint vannak ezek nekem összegezve, és akkor úgy nagyjából tudom, hogy hova. Sőt, még utána ki lehet szépen színesekkel húzogatni, hogy a egyes sorban mik szerepelnek. Van egy előnye a kornak, hogy az ember ugye rutinosabbá válik, és most már az a idegességszerű drukk az nincs meg. Viszont az, hogy az ember föl tudjon pörögni egy meccsre, az viszont szükségeltetik azt, hogy amikor a játékosok bejönnek a jégre, akkor ugye az embert már elönti az a belső pír, és onnantól kezdve már elindul maga az a pokoljárás, ami egy meccset körbe kell, hogy vegyen, máskülönben érdektelen a közvetítéset. Szerencsére a magyar szurkolók talán a világ legjobb szurkolótáborát alkotják, és például Szentpéterváron is olyan hangulatot teremtettek, mint hogyha hazai jégen lennénk. Természetszerűleg az, hogy most ez Budapesten lesz az esemény, gyakorlatilag dugig lesz minden, hisz jegyeket már hetekkel ezelőtt, hónapokkal ezelőtt nem lehetett kapni. Ez nem csak a játékosokra van szerintem inspiráló erővel, hanem akár a szuperlevére is ott mellettem a kommentátorállásban vagy rám. Én egy biztos bennmaradást már sikerként könyvelném el. Reálisan nézve a feljutásra jó esetben 30% sanszot látok. Túlságosan erősek az ellenfelek. Most például ugye a mai éjszaka folyamán történt meg, hogy a Los Angeles kiesett az NHL-ből, tehát Anže Kopitár akár itt lehet a szlovén válogatott centereként. Egyetlen egy csapat van, a Nagy-Britannia együttese, amely talán tudását tekintve kicsit alul kilóg a sorból, viszont ott hihetetlen keménységgel és küzdeni tudással ők ezt nagyon jól tudják kompenzálni. Utolsó meccset játsszuk velük, tehát hogyha azon múlik valami, akkor ott nagyon komoly feladat vár a magyar válogatottnak.